Egy pihen nem repít az égig, de soktól szárnyakat ad. Így hangzik a Májva Virág Alapítvány mottója. A Minnyakrákos Nyúk gyógyulásáért és a betegség megelőzéséért küzdő szervezet 2013. májusában alapult, és azóta is egyedüli olyan civil szervezet, amely célzottan foglalkozik a betegséggel. Vorsos Krisztina több hónapig tartó munkájának eredményeként a berettyóújfalui Májva Virágpont megnyitóját november 13-án tartották a művelődési központban. Az ünnepségen köszöntőt mondott Bónác János alpolgármester és dr. Muraközi Zoltán, kórházunk főigazgatója. A Májva Virág Alapítvány elnöke Tóticó is részt vett az eseményen, aki személyes történetéről és az alapítvány munkájáról beszélt. Amikor én ményakrákos lettem 2011-ben, akkor én elkezdtem írni, és tulajdonképpen minden nap csak írtam, ez volt az a pszichológiai eszköz, amivel én át tudtam menni ezen a betegségen. Ez körülbelül egy évet ölelt fel, és amikor készen voltam, akkor én elhatároztam, hogy ezzel a könyvvel fogok majd csatlakozni egy olyan alapítványhoz, ami ezzel foglalkozik, de sajnos nem találtam ilyen szervezetet. Úgyhogy kiadtuk, a végén beletettünk egy ilyen információs e-mailt, és hát rengeteg sorstárs jelentkezett ugyanazokkal a problémákkal, ugyanazokkal a kihívásokkal, és tulajdonképpen ez így együtt mutatott rá arra, hogy létre kell hozni egy alapítványt. És hát ez a könyvet egyébként a Minden anyuka meggyógyul címmel minden nőnek, aki méhnyakrákon átesett, vagy akár konizálták, tehát a rák megelőző állapotban volt, ingyen eljuttatja az alapítvány. Itt azt szoktuk mondani, hogy a méhnyakrákkal bármilyen formában érintettekkel foglalkozunk, tehát ez vonatkozhat a nőre, aki akár rák megelőző állapotban van, de olyanra is, ugye, aki ténylegesen benne van, vagy éppen már gyógyult, de azt is szoktuk mondani, hogy foglalkozunk a családdal, a gyerekkel, a férjel, a barátnővel is. Nagyon-nagyon örülünk annak, hogy a Májva Virág egy országos kampány és kezdeményezés. Célunk volt az, hogy ezek a pontok a helyi közösségeket fogják fel. Szépen lassan haladunk, hát most Dunaharasztin, Debrecenben, Szolnokon és itt Berettyóújfaluban a mai napon megnyílt a Májva Virágpont. Igazából még januárban fog Szarvason és valószínű Egerben is nyílni. Nálunk nagyon-nagyon fontos az alapítványban az, hogy ugye önként dolgozunk, és igazából tényleg a szeretet a hajtó ereje és az egymás iránti tisztelet az, hogy amit teszünk, azt szeretjük csinálni. És a Krisztiben is ezt láttuk, hogy ő úgy közénk való, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon erős lesz a berettyóújfalui Májva Virágpont, és ahogy láthattuk és hallhattuk, meg is lesz a támogatása. Mit jelent számotokra, hogy ennyi helyre is egyre több emberhez eljut az üzenetetek? Elmondhatatlan érzés, mert hát a kezdeti időben mi azt gondoltuk, hogy egy pár e-mailt írunk, és akkor csinálunk egy-két programot, és nagyjából ennyi lesz. De hát most a 2,5 évünk alatt tényleg elmondható, hogy rettentő nagy szükség van ránk. Nagyon-nagyon sok mindent megvalósítottunk, sok programot szerveztünk, sok programon részt vettünk, és több kiadványunk is van. És hát ezek mind-mind erősítik bennünk tényleg azt, hogy ezt vinni kell tovább ugyanazzal az erővel és kitartással, amit egyébként a Májva Virág is jelent. Magyarországon évente a körülbelüli 1500 megbetegedésből a nem időben diagnosztizált esetek miatt 4-500-an halnak meg. Dr. Zákány Zsolt szerint nagyon fontos lesz a berettyóújfalui Májva Virágpont munkája, hiszen térségünkben is sok nő érintett, és az alapítvány segítségével rengeteg emberhez el tudnak jutni a betegséggel kapcsolatos információk. A szülészeti nőgyógyászati osztály vezetője többek között az igénybe vehető védőoltásokról és a szűrővizsgálatokról is beszélt. Most már tudjuk azt, hogy 99%-ban a méhnyakrákot az úgynevezett humán papillomavírus okozza. 1%-ról nem tudjuk, hogy mi okozza. A humán papillomavírusnak háromféle típusa létezik. Van az alacsony kockázatú, van a magas kockázatú. A magas kockázatú okozza a méhnyakrákot, az alacsony kockázatú a nemi szervi szemölcsöket, illetve van a nem azonosítható típus, ami azt jelenti, hogy nem ismerjük még a szerepüket abban, hogy okoznak-e méhnyakrákot, vagy esetleg más betegséget. Nagyon-nagyon fontos az, hogy ez a betegség ez megelőzhető, illetve időben felismerve gyógyítható. Tehát itt mind a primer, mind a szekunder prevenciónak nagyon-nagyon komoly szerepe van. A primer prevenciónak az egészségnevelés, ismeretterjesztő előadások és egyéb módok, valamint a védőoltás.
A védőoltás Magyarországon is hozzáférhető, és 2015-től a Nemzeti Oltási Programnak is a része. Ennek a védőoltásnak olyan pici a kockázata, és olyan nagyon-nagyon messze áll azoktól a téves eszméktől, amik elhangzanak, hogy azt el sem tudom mondani. Mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy ez a védőoltás gyakorlatilag veszélytelen, és az egyetlen módja annak, hogy megelőzzük a HPV fertőzést. Egyelőre Magyarországon két oltóanyag létezik, mind a kettőben kettő darab magas kockázatú HPV ellen van ellenanyag. És itt is szeretném hangsúlyozni, ez nem méhnyakrák elleni védőoltás, hanem humán papillomavírus 16-os, 18-as törzse elleni védőoltás. Azonban az igaz, hogy ez a két csoport, tehát a 16-os, 18-as törzs felel a méhnyakrákoknak a 70%-áért. A Nemzeti Oltási Programban az általános iskolás felső tagozatos 8-os lányok szerepelnek, ők kétszeri védőoltást kapnak, amennyiben igénylik ingyenesen. Természetesen azonban nem csak az ő számukra hasznos ez a védőoltás, hanem idősebb lányoknak is. Fontos lenne az, hogy minden kislány megkapja még a nemi élet megkezdése előtt ezt a védőoltást, tehát akár 16-18 éves korban, ha erre van lehetőség még, minden további nélkül. Ezen kívül természetesen a felnőtt hölgyek is bátran igényelhetik, ebben az esetben ugye sajnos nem ingyenes, hanem térítési díj ellenében igénybe vehető, de mindenféleképpen tudom ajánlani mindenkinek. A nőgyógyászati szűrővizsgálat a méhnyakrák szempontjából gyakorlatilag egy nagyon-nagyon informatív és nagyon-nagyon érzékeny módszer. Nem kell rögtön pánikolni, amikor valaki a méhnyakrák szűrés után levelet kap, hogy meg kell ismételni ezt a vizsgálatot. Lehet ez egy banális dolog is, elejtette valaki a tárgylemezt és eltört, és ezért nem tudták értékelni, természetesen ilyenkor visszahívjuk. Ezen kívül nagyon-nagyon sok egyszerű, jóindulatú betegség, például fertőzés, gyulladás, gombás fertőzés is kiderülhet ebből a kenetből. Ilyenkor is beszoktuk a hölgyeket hívni, és akkor kezeljük őket. Természetesen magának a méhnyakrák megelőző állapotoknak a stádiumai sem rögtön pánikot kell, hogy keltsenek, hiszen a korai stádiumban felderített méhnyakrák, mint ahogy mondtam, gyógyítható, és nagyon-nagyon jól ismerjük a méhnyakrák megelőző állapotait. Ennek többféle stációja, lépése van. A korai stádium, korai stáció a méhnyakrák megelőző állapotban az egy önmagától is visszaforduló állapot lehet, tehát nem feltétlenül kell kezelni, nem feltétlenül kell operálni, követni kell. Aztán utána különféle lépésekben már más és más a teendő, szakorvos dönti el, és szakorvos mondja meg, hogy mit kell tenni. A Berettyóújfalui Májva Virágpont megnyitójára Füzes Gyarmat képviseletében Berek Károly polgármester és Rucni Szabó Edit érkezett, akik a Füzes Gyarmaton elért méhnyakrák megelőző eredményekről beszéltek. A városban két év alatt több mint 300 nőt sikerült elérni és szűrésre invitálni. Borsos Krisztina életének egy nehéz időszakán van túl, hiszen két rák megelőző műtéten is átesett. A Májva Virágpont itt Berettyóújfaluban az ő kezdeményezésére jött létre. Ez év áprilisában kaptam egy e-mailt a nőgyógyászomtól, hogy keressem fel, mert mondhatni nem jól eredt. Májusban volt az első rák megelőző műtétem, és júliusban volt a második. És hát ilyenkor azért az ember eléggé átgondolja a dolgokat, és mélyre ás, úgymond, mert hogy úristen, méhnyakrákos vagyok. És én így kerültem kapcsolatba itt Zoékkal, és láttam azt, hogy milyen lendület, és tényleg milyen szeretet van bennünk, és azt mondtam, hogy ezt miért ne lehetne itt megvalósítani Berettyóújfaluban, vagy a járásban. És hiszem azt, hogy ez működni fog itt. És minél több nő fogja megismerni a prevenciónak a fontosságát, és részt vesz szűrésen, meg előadáson. Megnyitó előtt felvettük a kapcsolatot az Arany János Gyermekotthonnal, és oda fogok menni már novemberben az egészséghónap jegyében előadást tartani a gyermekotthonban lévő lányoknak. Szeretném, hogyha ez egy folyamatos kapcsolat lenne, illetve az alapellátással próbálunk meg most azt tudom mondani, hogy egy nagyon jó kapcsolatot kialakítani. December 8-ára tervezünk egy programot, aminek az lesz a neve, hogy Gyöngy, és a fodrászokat, kozmetikusokat, műkörmösöket célozzuk meg, mivel ők azok azért elég sűrű kontaktban vannak a hölgyekkel. Nekik tartunk úgymond előadásokat, hogy minél szélesebb körbe tudják vinni a prevenciót, illetve már rögtön ott lesz január, ahol a harmadik hét az a megelőzésnek a hete, és ezt kezdtük már el lázasan szervezni, ez egy gyöngyfűzés lesz, koncerttel készülünk, és arra is minél több mindenkit fogunk várni. Az a hiteles ember, aki átesett rajta, mert azt tudja átélni. És itt most teljesen mindegy, hogy egy rák megelőző műtétről beszélünk, mert persze sokkal súlyosabb esetek is van, amikor egy nőnek mondjuk a méhét kell eltávolítani, és fiatal nők átesnek ezen.
És hiába állna ide egy orvos fehér köppenybe és mondaná, hogy igenis el kell menni szűrésre, nem lenne olyan hiteles, mint egy nő, aki mondjuk itt él a településen. Én azt tudom mondani, hogy hitelességet bizonyítja az, hogy például megyek az utcán, azért máig napig megállítanak, hogy Kriszta, figyelj, 15 éve nem voltam, és akkor el kellene menni, mert tudom, hogy te is. Én úgy gondolom, hogy a hitelesség az belülünk jön, meg belülünk fakad nőkből. Ha 10 emberből, vagy 10 nőből csak egy veszi tényleg komolyan azt, amit én mondok, akkor már megértem. Tehát iszonyat erő. Nagyon sok pozitív embert ismertem meg amúgy a Májva virággal kapcsolatban, és nagyon sok pozitív visszajelzést is kapok amúgy csak úgy privátba is, hogy hajrá, csináljad meg, jó dolog. Nem merik felvállalni amúgy a nők ezt a dolgot, elég intim dologról van szó, és nehéz az, hogy akkor most kiállok ide, és akkor beszéljünk a ményakrákról. Nem szívesen teszik ezt az emberek, és nem is szívesen vesznek részt előadásokon, erre kell őket ösztönöznöm. A Májva virág kitartó, erős és szép, pont mint a női lélek. Az alapítvány mindig kihangsúlyozza, hogy a Májva virág nem csak a ményakrákos nőt jelképezi, hanem minden nőt. A virág szirmai pedig van, hogy megsérülnek, ezért kell nagyon vigyázni rájuk.